Hát szép jó estét kívánok nektek itt a szokásos hétfő esti sikerek nyomában talkshow-n, és ma egy nagyon-nagyon különleges vendégem van, egy olyan vendégem, akit nagyon-nagyon kedvelek, és nagyon régóta ismerem, hiszen ő már talán 13. vagy 14. éve, hogy ismerem, nagyon sokszor járt Magyarországon, nagyon sokszor utaztuk körbe az országot. Ő volt már a privát szféránkba is, elmondhatjuk, hogy igazi barátokká váltunk, de egy olyan nagy tanítómester lett, nem csak a ganoterápia területén, hanem a DXN-nek a területén, hiszen ki másról beszélhetnék, mint William Garról, aki Jane Yao-nak a fia, és nem csak ő, mint Jane Yao fia szerepel ma már, hanem önálló üzlete is van, önálló üzletrésze, és nagyon komoly tudást szedett össze, úgyhogy ő már gonoterápia oktató, és nagyon sok mindent lehet tőle tanulni. Úgyhogy meghívtam ma nagyon sok szeretettel William Gannett. Welcome here in our show, William. És itt van Cérna Marcel is, aki segít majd nekünk a tolmácsolásban, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ő is mindig rendelkezésre áll, és segít a külföldi vendégeinket jobban megérteni és tolmácsolni, tehát nagyon jól tolmácsolni azt, amit ők üzennek, és amit ők szeretnének átadni. Úgyhogy mindhármatokat köszöntöm, és talán egy röviden így foglald össze Williamnek, arra kérlek, Marci, azt a üdvözlő szöveget, hogy tényleg mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, nagyon jó barátok vagyunk, és hát nagyon sok mindent töltöttünk együtt, és aki eljut a vitorlásomra, az már igazán mondhatjuk azt, hogy nagyon összetartozunk, és hogy nagyon erős kontaktban vagyunk. Yeah, so a very warm welcome to you, William. You know, we have known each other for a very long time, because you were many times here in Hungary. You accompanied Miss Jane in Hungary many times, and you were still very, very young when we first met. But now I think we can say that we become friends, because you were in my sailing boat also. So if anybody come to my sailing boat, I can call him or her as a friend. And over time, you became a real and a true leader, and a good example in maintaining health or in gonotherapy, for example, and of course in the business of DXN. So it's a big pleasure to us that you are here. Oh, wow. Thank you so much. A big thank you for Saboch and also Marcel from the family. A very warm welcome from both of you. I just want to say something. I'm very privileged and honored to be able to speak with all of you here, because it's been quite a while we haven't met, and now I feel like it's so heartwarming to be able to talk to you, and bringing me back to the journey whereby when we were in Sopron. Oh, first of all, I'd like to wish everyone your regal kibanok DXN to the Hungarians here. I'm trying to sharpen back my Hungarian language, so who knows, I will be having the chance to revisit Sopron once again. And I really miss the time when we were in the sailing boat. And today, I just want to say that a big thank you to both of you. And please send my love also to Tunde, whereby also Annette. Also, at the same time, I will send Jane's regard to all of you, okay? Whereby I'm here to be able to share whatever the things that I know about DXN. Because I think it's quite a long while I've been a DXN at this moment. Yeah, back to you. Thank you. Thank you. Igen, én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszönöm azt, hogy meghívtatok ide. Ez tényleg számomra is egy nagy megtiszteltetés, mind neked, Szabolcs, mind neked, Marci, és természetesen üdvözlöm Tündit is és Anettet is, hiszen emlékszem én még azokra az időszakokra, amikor én nálatok Sopronban is jártam, úgyhogy itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy jó reggelt kívánjak mindenkinek, így magyarul is, és egy kicsit gyakoroljam a magyar nyelvtudásomat, mert hát ki tudja, hogy azért reméljük, hogy lesz még dolgunk Magyarországon együtt. És hát tényleg nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek veletek, hogy megoszthatom az információimat
a DXR-ről megoszthatom veletek a tudásomat, és hát bizony, tényleg hosszú idő eltelt, szóval, hogy én is mondhatom azt, hogy felnőttem, és folyamatosan szívtam magamba a tudást, és igyekeztem bővíteni a saját tapasztalataimat, úgyhogy tényleg köszönöm, hogy itt vettek. Tere már kászi, William, and I know your language too, and selamat pagi, DXN, and selamat pagi, William. Wow! Picit maláj nyelven megköszöntem, és maláj nyelven köszöntem én is jó reggelt. És hát tényleg így van, hogy nagyon-nagyon régi a kapcsolat, és rengeteg szép emlékünk van. És ez első kérdésem, mert tudom azt, hogy mindig, hogyha valaki sikeressé válik, és egy olyan úton van, ahol másoknak segít, ahol eredményeket ér el, az valahol visszavezethető egy picit a gyermekkorra. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy te gyerekként mi szerettél volna lenni, hiszen ugye mi már Jane-nel találkoztunk, amikor együtt voltatok, de hogy igazán olyan nagyon kicsi gyerekként mi szerettél volna lenni? So, maybe William, you know that we are looking for the background of the success in this Facebook Live show. And I think that everything has started in the childhood. So I'm really curious that what did you want to be when you were a little guy? Okay, asking me, bringing back to my childhood, actually I was quite ambitious who I wanted to be since young, because when I was in, in the elementary school, so where the teachers actually passed down, there's a list of the ambition, the job occupation that we would actually need to fill in. My first one was to become a doctor. Because coming from the background whereby my mom was from the medical background, so I was really wanting to be a doctor, because I felt that doctor, being a doctor was someone that is able to save people's life. And secondly, the second choice would be an engineer, because I love mathematics. I love something that is logical. I love to analyze things. So that's the reason why I wanted my second job to become an engineer. But both it did not work well, okay, because of my interest towards engineering was more towards becoming a chemical engineering. However, back then in Malaysia, the job opportunity for chemical engineers were not so much, so that's the reason I let it go. And after that, I wanted to become a musician. I love being a musician, and especially a pianist. Unfortunately, as you can see, that the whole orchestra, you have only one piano. So you have to compete with a lot of good, maybe European pianists in order for me to be in the symphony. So I feel that, hey, I need to be more realistic. And I can just take it, the playing music as my hobby. And that actually moved on to my final ambition I wanted to be was to becoming a pilot, believe it or not. Yeah. Back then when I was in a university, because my roommate, he is now he is at Singapore Airlines pilot right now. Back then we were very close as a roommate in the university, and I know what he was actually pursuing, because after his graduation he went into the training school, the army school, to become a pilot. And so, but of course, understanding from the background of being a pilot is not easy. And back then, because of the financial status, did not actually allow us doing so. So in the end, I did not achieve any of those. But actually, I studied being an engineer back in those days. So that was the four things that I wanted to be when I was little and until when I was about 18 years old. Wow. Igen, alapvetően, hogy mi is akartam lenni, hát ez egy nagyon hosszú választ tudnék erre adni, mert nagyon sok minden akartam lenni. Ugye kezdetben, amikor az iskolába, az általános iskolába tőlem megkérdezték, ugye minden alkalommal biztos nálatok is volt ilyen, hogy megkérdezik, hogy mi akarsz lenni, ha nagy leszel, és hát nekem arra az volt a válaszom, hogy orvos. Mert én akkor azt gondoltam, hogy az orvos az egy nagyon speciális, nagyon különleges szakma, hiszen egy olyan
lehetősége van az orvosoknak a kezében, hogy életeket tudnak menteni, és ez engem nagyon-nagyon vonzott. Ráadásul a családban a nagymamám, ő egyébként egészségügyi is volt, szóval, hogy volt ilyen fajta kapcsolat is a dologban. Aztán elkezdtem érdeklődni meglehetősen erősen a mérnöki szakma felé, és főleg ilyen kémiai mérnöki pozíció, vagy mérnöki szakma volt, ami engem nagyon-nagyon érdekelt, de hát abban az időben nem volt ennek túl nagy jövője, nem volt túl népszerű, és hát végül is ezért is hagytam ott ezt a, vagy vetköztem le magamról ezt az álmot, annak ellenére, hogy egyébként mérnöki egyetemet végeztem, szóval, hogy a foglalkozásom alapján mérnök vagyok, de valahogy az idők során ez így eltűnt belőlem ez az ambíció. És hát a harmadik dolog, ami nagyon szerettem volna lenni, ez már egy kicsit idősebb koromban fogalmazódott meg bennem, amikor az egyetemre jártam, és az én kollégiumi szobatársam hát megfertőzött ezzel a gondolattal, hogy pilóta legyek. Mert hogy hát ő is ugye ugyanarra az egyetemre jártunk, nagyon-nagyon jóban voltunk, sőt a mai napig nagyon jóban voltunk, vagy vagyunk, és hát ő már akkor kacérkodott azzal a gondolattal, hogy ő pilóta lesz. És hát ő el is végezte egyébként az ehhez szükséges iskolákat, ugye például ilyen katonai iskolába kellett mennie, ahol ugye ezt a pilóta képzést elvégezte, de ő például a mai napi pilóta, az egyik nagyon népszerű légitársaságnál, és mondom, nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a mai napig, úgyhogy nagyon örülök az ő sikerének, de később valahogy ez a pilótai ambíció is kikopott belőlem, úgyhogy maradtam egyébként mérnök, és hát nyilván a mai napig pedig a DXM-nél is itt vagyok. Úgyhogy szegről végről végül is az egészségügy és az embereken való segítségnyújtás az megmaradt. Hát nagyon, tényleg nagyon széles a repertoár, de azt tudom, hogy amikor itt voltál, és mentünk Eisenstadtba, és néztük a Hind emlékeket, akkor említetted, hogy te nagyon erőteljesen kötődsz a zenéhez. És kíváncsi is lennék, hogy számodra mit jelent a zene, a komoly zene? So you mentioned that you are a you are playing on a piano and you really like the music. It's absolutely a big desire. You have a big desire to play on piano, to working with music. And I'm really curious that what does music mean to you? Okay. First of all, before I want to say anything, I apologize, Marcel. You have been a First of all, I want to commend you. You have been a very great interpreter. I forgot that the things that I've said, you needed to interpret and also translate. So I will make it short for you. Okay, oh, thank you please. Very much. Thank you. Okay. All right. So, okay, what does music mean to me? Okay, music since young, it has been a passion, something that I desire doing the most whenever I am coming out of the stressful situation, maybe after school, and something that I love doing on my own, my me time. Yeah. Igen, alapvetően, és William mondta, hogy megpróbálja kicsit rövidebbre fogni a válaszait, mert hogy egyébként kihagytam azt az előző válaszából, hogy ő egyébként zongorán játszik, és nagyon-nagyon elkötelezett, és nagyon nagy, úgymond, ha lehet így mondani, ilyen vonzalmat érez a zene és a zongorázás iránt. És hát azt még elmesélte, hogy ő mindig is próbált maximalista lenni ebből a szempontból, hiszen ha megnéznek az emberek egy orkesztrát, vagy egy nagy kaliberű egy zenés műsort, akkor általában mindig egy zongorista van. Különböző más hangszer reknél azért több van, például több hegedűs, vagy több vonós, bármi, de általában zongorákban mindig egy van, úgyhogy neked a legjobbnak kell lenned ahhoz, hogy egy ilyen nagy kaliberű projektbe helyet kapjál. És hát alapvetően nekem a zongorázás az úgy kezdődött, hogy,
hogy iskola után kicsit a felesleges feszültséget, az energiát úgy levezetem, kikapcsoltam az agyamat, és tényleg ez volt az úgymond az én me time, az én időm, hogy akkor ez volt a magammal való foglalkozás, leültem a zongora elé, és csak játszottam. Mm-hmm. Okay, so you know, music for me, like I already mentioned, is something that is I love doing. But music means to my family, my parents especially, because I wasn't quite a bright student in school. So they were actually giving me learning music is because for me, for my brain to be able to develop better. So I could actually get good grades or better grades at school. So that's their first intention. Worrying if William is doing well in school, so okay, he can just explore himself in music. So that's the reason why these two come together, and I was being able to learn music for quite some time. Igen, alapvetően a zene az nekem egy olyan dolog, úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy dolog, amit imádok csinálni, és ez nekem úgy kezdődött egyébként, hogy én nem voltam egy túl jó tanuló az iskolában, és hát a szüleim igazából elkezdtek a zene irányába terelni, mert hogy az tudva levő, hogy a zene az fejleszti a kreativitást, a különböző agyi funkciókat, szóval hogy így alapvetően fejleszti azokat a képességeket, ami egyébként a tanuláshoz is kell. És nagyon szerettem csinálni, és egy nagyon szignifikáns fejlődést lehetett megfigyelni a tanulmányi eredményeimben is, amikor elkezdtem komolyabban zenével foglalkozni. Úgyhogy amikor a szüleim látták, hogy hát, wow, hogy Williamnek javulnak a jegyei, hát akkor ne adjunk ennek gátat, ne adjunk ennek korlátot, akkor hadd bontakozzam ki a zenében. So I'm grateful actually because learning music, I was actually classically trained. Until when I was 19, I became perfect pitch for no reason. So I didn't know how, I couldn't explain why, it's just that my mind was being opened. That's where actually I grew my passion into music, is because that's where I could really express my creativity and my emotion, and I mean in music. And currently right now, during my free time, I'm not actually exploring music on my own, but actually I'm passing down all the information and also the great values about the music to the next generation. That means the next generation people who are willing to learn. There are about like 2 to 3 people under me. Actually, they would love to learn music passionately, genuine passion. So that's where I am currently, my current status, music passion at this moment. So from expressing my creativity, whatever the information I want to pass it down. Yeah. Yeah, igen, és ami nagyon fontos, hogy a zene az ugyanolyan szakma, mint bármi más, amit egyszerűen meg kell tanulnod, és őszinte leszek, én úgy, ha lehet azt mondani, úgy fejlesztettem a lehető legmagasabbra a zenei tudásom, hogy nem voltam kimondani, nem feltétlenül jártam zeneiskolába, nem voltak tanáraim, hanem igazából mindent magamtól tanultam meg, szívtam be magamba az információt, és a kreativitásom elkezdett nagyon durván kibontakozni, úgy, ahogy az érzelmek is, és igazából abszolút vevő voltam, vagy hajlandóságot mutattam arra, hogy mindig a jelenlegi képességeimet még tovább fejlesztem. És szerintem ez a legfontosabb, hogy ezeknek az új generációs embereknek, én azokat hívom új generációs embereknek, akik hajlandóságot mutatnak a tanulásra, hogy mi nekünk nem szükséges tanárhoz vagy bármilyen iskolába beiratkozni, hanem alapvetően szerintem az a tanulság ebbe, hogyha hajlandóságot mutatsz arra, hogy valamiben elkötelezett vagy szeretnéd fejleszteni a tudásodat, akkor azt te magad is meg tudod csinálni, akár otthon egyedül adhok jelleggel.
Nagyszerű, és tényleg a zene az, az olyan hihetetlen kreativitást, és azt is szokták mondani egyébként, hogy akik valamilyen művészetben kiemelkedőek, azok nagyon magas IQ-val rendelkeznek. Ez mindenképpen szerintem érződik is, amikor mindig is, amikor így veled beszélgetek. A Jane általi nyomás, arra azért nagyon kíváncsi vagyok, hiszen nagyon széles volt a repertoár, amelyre elindulhattál volna az életbe. De nagyon fiatalon, ugye a Jane-nek az utitársává váltál, ugye először Európába, és így jöttél, hogy milyen volt egy olyan családban felnőni, ahol ilyen erőteljesen már a DX-en ott volt az, a mindennapokban. It's so nice to see that you have a real passion about music. And people used to say that if somebody has a somebody is very expert in something like music or art or something, they usually have so much EQs. So maybe that's why you are so clever and something like that, because you could develop your creativity and something like that. Wow, but the next question, I'm really curious that you are working with your mom, like in the last 15 years maybe or maybe more. But it's really interesting that what was it like to growing up in a real DXM family? Okay, growing up in a real DXM family, okay, to be honest, it's a blessing. What's the meaning of the word blessing? It's something that you did not ask for and it just happened, it just come to you. So I say it's a blessing because it started from my grandfather. He got well. I just make the story short, whereby my grandfather became well because after taking the gynotherapy from the DXM products. And because of that incident, all of us, we were being exposed to the benefits of DXM products together. And to be honest, it's like it's really interesting to see every morning you get up, you'll be talking to your mom, talking to your dad, talking to your sister. Hey, have you taken your spirulina? Have you taken your RGGL? So it's a gentle reminder, as in, hey, have I been living healthy? Or sometimes, you know, you just want to get out of to work, forgetting to take the DXM products. So this is when the DXM, the real DXM family, they will, like my family, they'll be reminding me about taking the DXM products every day. So of course, what I want to say is that all of us are growing up in a real DXM family. Okay, I would just want to say that it's tremendous, it's huge, whereby because we are actually being exposed and also experience the benefits of DXM products together. Alapvetően azt tudom mondani erre, hogy egy áldás egy ilyen családba felnőni, mert hogy gyakorlatilag minden információt készhez kapok a lehető legrövidebb időn belül. És hát egy nagyon-nagyon gyors sztori, a mi DXN-es sztorink az igazából a nagypapámmal kezdődött, aki hát beteg volt, és akkor kezdtünk el igazából kicsit így a mélyére ásni ennek a ganoterápiának, a ganodermának, és hát elkezdtük neki adagolni a ganodermát, és ebből a betegségből ő kigyógyult. És akkor kaptuk meg az első ilyen hatalmas nagy tapasztalatot, hogy hát ez a dolog, ez működik, hogy itt van a kezünkben egy olyan fantasztikus élelmiszer, ami sok-sok embernek tudja az egészségét rendbehozni, helyreállítani, vagy akár megőrizni. És hát nagyon jó, mert reggel, amikor felkelünk, akkor mindig emlékeztetjük egymást, hogy hey William, beszedted a spirulinádat, a RG-t, G-t, mindent? Rendben vagy? Mert akkor csak akkor mehetsz dolgozni. Mert nyilván az ember, amikor benne van a hétköznapokban, akkor reggel fel kell, elkezd dolgozni, és hát biztos veletek is előfordul, hogy hát elfelejtitek beszedni a kapszulákat, bármilyen, de hogy egy ilyen családban a legritkább esetben fordul ez elő, hiszen mindig egymást emlékeztetjük arra, hogy ne feledd, hogy vedd be a kapszulákat, hiszen
ez tart minket egészségben, és ez adja meg a lehetőséget arra, hogy tudjuk csinálni a munkánkat, és tudjunk egészségesek maradni. And also, it's an ever-learning journey whereby, because before taking care before we talk about other people's health, it is good for us to understand our health and taking good care of our health first before we can share and how to take care of other people. Because if we are sick, we are not able to take good care of other people. So this is the thing that we can actually learn from the DXN family, the real DXN family. And then one more point that I can learn, especially from Jane, because you need a certain qualities, you know, the leadership qualities, even though Jane is not as in the business lady kind of leader, but she is a leader in taking care of the health of the people. So the qualities that actually I have been seeing all these years is like, we need to be passionate about what we are doing. If we do not have the passionate, we cannot go far. And also at the same time, I learned a lot of things like being resilient, being strong means that even things are difficult, she still did it because she's because that's the right thing to do. And of course, being honest, being patient, last but not least, the quality of being hardworking that need to partake in order to do this business professionally together with the same mindset. This is what I learned. És hát ugye, amiért még fontos, hogy emlékeztessük egymást, hogy fogyasszuk el a napi spirulina és ganoderma adagunkat, hiszen fontos a hitelesség, és ahhoz, hogy megértsük mások egészségét, hogy tudjunk nekik tanácsot adni, hogy hogyan hozzák rendbe az egészséget, hogyan tartsák fenn az egészséget, ahhoz meg kell értenünk a saját egészségünket, és hogyha mi betegek vagyunk, akkor úgy nagyon nehéz arról beszélni, hogy hát figyelj, akkor fogyassz el, nem tudom, 3x2 RG-t, GL-t, és akkor minden rendben lesz, mert nem leszünk tőle hitelesek. És ami még nagyon fontos, hogy Jane-től én rengeteget tanultam, hiszen ő hatalmas tapasztalattal rendelkezik az egészség megőrzés tekintetében, és ő nem egy kimondott üzletasszony, ő nem ez a tip-top üzletasszony kategória, viszont hatalmas tapasztalata van, és egy óriási vezető abban a területben, amit csinál, és az őszinteség, az elkötelezettség, az a szenvedély, amivel ő dolgozik a mindennapjai során, az engem is tanított, és engem is motivált az évek során, úgyhogy hát nyilván ennek is köszönhető, hogy most itt vagyok. William, nem zavar az téged, hogy ennyi testvéred van? Mert ugye mindig azt mondjuk, hogy a Jane az európai piacnak az anyukája, és ez így is van egyébként, hiszen neki köszönhetjük, hogy többek között neki is köszönhetjük, hogy az európai piac ilyen nem állt. És hát ugye, hogyha a mi anyukánk is, mint az európai piacnak, akkor mi testvérek vagyunk, úgyhogy ez így sose zavart. So William, Ms. Jay used to say that DXN Hungary is her children's. So doesn't it bother you that you have so many siblings? Oh wow! Actually, it doesn't bother me. To be honest, I feel I'm happy because big family means it's good. I don't want to die alone. So I'm just kidding. I mean, I have a bigger family whereby. Whenever I go in Hungary, I have shomlai galushka to eat. Wow! So this is something amazing. I'm not angry. I'm not upset. To be honest, I feel very happy to be knowing you as my, you know, my siblings, my brothers. Yes. Next time when you will come, it's together. It's shomlai galushka. Please, I want it. I miss it so much. Okay. Igen, szóval, hogy alapvetően dehogy zavar, szóval, hogy imádom ezt a szituációt, meg hát amúgy is ki akarna egyedül meghalni, úgyhogy nem, abszolút nem zavar, és örülök, hogy ennyi testvérem van, hiszen minden testvéremmel tudok enni egy somlói galuskát, hogyha Magyarországon járok, úgyhogy nem, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy együtt vagyunk, tényleg ez egy nagyon, nagyon nagy áldás számomra.
Milyen tanulmányokat folytattál, William, így a, tehát hogy ugye nagyon sok felé akartál elindulni, de végül is milyen képesítést, tehát mit, milyen képesítést szereztél magadnak, milyen tanulmányokat folytattál? So William, what did you study, for example, in a college or in a university? What did I study? Actually, my degree was in, I completed my degree in electronics engineering, majoring in telecommunications, dealing with waves. So, and then after that, a few years later, whenever I got exposed to DXN, and I got more passion into health, and then I ventured into nutrition until the executive master's in preventive health. Wow. Ugye alapvetően az egyetemi végzettségem, vagy a szakmám az gépészmérnök, de ugye én hát mindig is vonzott, ugye ezt már az elején elmondtam, az egészségmegőrzés hát igen, a prevenciónak a területe. Úgyhogy elvégeztem egy gyakorlatilag egy ilyen prevenciós képzést, amivel prevenciós tanácsadó vagyok, vagy hát egyfajta ilyen egészségmegőrző tanácsadó. Uh-huh. És gondolom, hogy ebből adódott, hogy elindultál aztán te is a DXN-nek a területén, arra azért még kíváncsi vagyok, hogy mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na, akkor most én is ezzel fogok foglalkozni, mert egy darabig gondolom a Jane-nek segítettél, és hát valószínűleg abból jött, hogy ezt a típusú iskolát is elvégezted. De az a pont, amikor eldöntötted, hogy na, a DXN lesz az én jövő, az mikor volt? So maybe that's why you were very interested about DXN. But I'm very curious that what was the point when you decided that I will start my own DXN business? Okay, to be honest, I've been seeing my mother all my life. I mean, since my high school, she has been working in and out because back then there was no service center. She was on her feet, on her own, whereby she give it all to her patients who were very ill, like paying home visitation. So until one day, because I have a friend, a very good friend, because we're in the fitness industry together, so I realized that he was not doing well with his health until he was like, he's very ill. He's very ill. He had to quit his fitness industry. And then I decided to give him a try on the DXN products, and until today he is well today. So that's where it gives me the motivation, whereby it's like, wow, it's like the feeling of helping people, and you know, where the people, they felt hopeless, and this is where I could really use the Ganotherapy from DXN that was able to help him to change his life, or to improve the quality life of his, to be able to live up to now. So this is something that I thought, wow, what was the thing that is the nutrition within DXN products that has been able to help my friend? So that's the reason why I decided to further my studies in nutrition and to go deeper about the things that I've been eating all this while and the things that I've been sharing all this while, because I wanted to know, I wanted to pursue deeper and further. Alapvetően nyilván én egész életemben követtem és néztem a édesanyámat, ahogy foglalkozik a ganodermával, a ganoterápiával, a DXN-nel, és ugye a kezdetek kezdetén nem volt még Kuala Lumpurba szervizcenterünk, hanem gyakorlatilag ő ment jobbról-balra, és ez a klasszikus módon adta a tanácsokat és a termékeket a rászoruló embereknek, vagy akik megkeresték őt, és ő így segített az elején mindenkinek, úgymond a két kezével és a két lábával ment, és a potenciális jelölteknek, vagy éppen azoknak, akik valamilyen tanácsra voltak szorulva, nekik segített, és az a pont, amikor én is elhatároztam, hogy szeretnék ebbe egy kicsit aktívabban részt venni, az volt, amikor egy barátom nagyon beteg lett. Közösen vittünk egy fitness center, és együtt dolgoztunk már nagyon, nagyon régóta,
És hát annyira beteg lett, hogy igazából az is veszélybe került, hogy ő tovább tud dolgozni velem. És hát akkor természetesen édesanyámmal tanácsot adtunk neki, hogy mit és hogy kéne, és hát elkezdte alkalmazni ő is a ganoterápiát, és hát gyakorlatilag tényleg viszonylag rövid idő alatt kigyógyult ebből a betegségből, és a mai napig egyébként nagyon egészségesen él. És az volt az a pont, amikor láttam azt, hogy ez működik, hogy tényleg fantasztikus dolgok vannak a kezünkben. És ugye ekkor kezdtem el egy kicsit jobban belásni magam a tápanyagok kutatásába, ekkor kezdtem el azokat a képzéseket, iskolákat megcsinálni, ami igazából így az egészségmegőrzéssel, a különböző tápanyagokkal kapcsolatos, mert szerettem volna egy kicsit mélyebben belásni magam, szerettem volna az alapoktól kezdve tudni mindent, hogy mi miért működik, mi miért hat az emberi szervezetre, és hát innen, onnantól kezdve meg igazából nem volt megállás. És szerveztetek, egy háromnapos, októberben szerveztetek a Cyberville-ben egy háromnapos ganoterapeuta képzést, ami az első ilyen jellegű, tehát háromnapos, és ha jól tudom, külső előadókkal is voltak. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen jellegű képzést is elindítani a tagoknak, a Dékszent tagoknak, bár ha jól tudom, ez nem csak Dékszent tagoknak, hanem külsősöknek is szólt. So, back in October, you organized a free day of gun therapist training in Cyberville. And I'm really curious that how did you come up with the idea to organize that kind of gunotherapy training to the DXM members, but maybe if I'm right, it was not just for the DXM members. It was for anybody if anybody who was interested about gunotherapy. Okay, as you can see that the T-shirt I'm wearing is from. The Gano HM, you can see that the letter, I help you to understand the word in case you, because the yeah. name is a bit long, okay, it's called Ganotherapy Practitioners of Malaysia. So yeah. I must say that it is not one person's work. And I just want to personally take this opportunity to uplift and also give thanks to Dr. Siva. He is the president of Gano HM. 2-3 years ago before the pandemic, actually he has already applied this course. Because what I want to say is that there have been a lot of people in DXN with good heart wanting to spread the good news and also to share the good things about gunotherapy. It's just that there is no academic platform. So I just want to say that after 2-3 years, I think it's really amazing that the process has been successful. It's been certified and recognized by the governmental health bodies in Malaysia. And that's the reason why together under the DXN umbrella, we were able to actually construct the syllabus. Actually, it's a 4 days. 4 days heavily packed with practicals. And also the gunotherapy is not about the gunoderma, but also about the enzyme, spirulina, about the things that we do daily and to help us to understand our body even better. So yeah, back to you, Marcel. You can just translate it first. Yeah, okay, thank you. So igen, amit láthatjátok, ez a póló, ami rajtam van, ez is innen származik. Ez a, hát a magyarra lefordítva, ez a ganoterápia oktató közössége, létrehoztunk egy ilyen mozgalmat, és hát igazából az ötlet az onnan jött, hogy csináljunk egy ilyen tréninget, hogy a DXM-ben nagyon sok olyan ember van, akik alkalmazzák a ganoterápiát, akik egyébként szeretnék ezt a tudást továbbadni, de vagy nem elég mély a tudásuk, vagy egyszerűen nincs elég, vagy nincs konkrétan olyan tudása a birtokukban, amivel ezt hatékonyan át tudnák adni. Szóval, hogy a ganoterápia alapvetően nem csak azt jelenti, hogy fogyasz ganodermát, hanem nagyon fontos az enzimek bevitele, a spirulina és a különböző gyógygombák, gyógynövényeknek a bevitele. Szóval, hogy ez egy nagyon részletes és egy nagyon
nagyon kidolgozott szakma, és ezért szerettük volna, egyébként ez nem három, hanem négy napos volt, szerettünk volna egy olyan tréninget biztosítani, egyébként ez a maláj kormány is, szóval ez egy hivatalosan elismert tréning volt, maláj kormány által, de a DX-en keretein belül, és igen, szerettünk volna egy olyan tudást átadni ez alatt a négy nap alatt az érdeklődőknek, amivel ők is utána, amit ők is tudnak alkalmazni utána, és mindenfajta tudás birtokában lesznek, ami szükséges ahhoz, hogy az egészségmegőrzésbe segítsenek az embereknek. Okay, because this is the world of information whereby everyone is getting more educated today. So this Gano HM, they are actually recruiting the people, even to the next generation. We call it training the next generation. We're coming up, starting we have about like 7 people, the lecturers, the mentors or the trainers, so that we are able to cultivate and also create the awareness about the importance and the need of Gano therapy in our life. And the syllabus is actually emphasizing about the relationship between the Gano therapy and how it works with the human body with a lot of benefits. And the next upcoming class, if I'm not mistaken, it will be what I heard, the news will be somewhere in July or August this year. So this will be an opportunity for everyone, because we do not want to only limit for the people who are only for DXA members, but open to all, for people who want to learn, they find it. For professionals, like you see, for practitioners, even like for maybe Chinese medicine, or Indian medicine, or even the Westerner doctors, we don't make enemies with other therapy, but actually we are finding all the synergy and a better understanding how can we work together with Gano therapy, and how can we get better from Gano therapy together with other different kinds of the lifestyle that we have been adopting thus far. Yes. Igen, alapvetően azért nagyon jó ez a képzés, mert amit mondtam, ez tényleg egy nagyon nagy tudásbázist ad a tanulóknak, ha lehet így fogalmazni. És igazából mi ezekből a tanulókból mi ganoterápia oktatókat képzünk, szóval, hogy nekünk az a célunk, hogy bővítsük azon embereknek a társaságát, akik tudják alkalmazni a gyakorlatban a ganoterápiát, és tényleg nagyon fontos az, hogy igazából megértsük azt, hogy a ganoterápia az hogy hat az emberi szervezetre. És van egy jó hírem egyébként, mert ebben az évben is szervezünk egy hasonló tréninget, ez valamikor július és augusztus környékére lesz majd meghirdetve, ahol egyébként akár titeket is nagy szeretettel várunk, hiszen ez minden DXM tagnak lehetőségében áll eljönni. Ráadásul nem csak DXM tagoknak, hiszen mi sok szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik esetleg hasonló érdeklődési körrel, de valahol valamilyen más területen dolgoznak, akár a kínai gyógyászatban, akár az indiai gyógyászatban, akár bármilyen természetgyógyászok, hiszen mi megpróbáljuk megteremteni a szinergiát abban azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet a ganoterápiát egyébként alkalmazni, akár más természettudományokban, vagy más természettudományok mellett, akár mi magunknak a DXN keretein belül. Ennek, nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és bízom benne, hogy egyébként itt Magyarországon is lesznek olyanok, akikkel így majd fogunk együtt találkozni júliusban vagy augusztusban ott Kuala Lumpurban, a Cyberville-be ezen a képzésen. És jól tudom, hogy nektek van Kuala Lumpurban service centeretek, és hogy miben változott azóta, nem csak az üzletmenetetek, hanem a mindennapjaitok, hogy service centert is üzemeltettek. So, if I'm right that you have a service center in Kuala Lumpur, and you mentioned before that in the early days or the early periods of DXM you didn't have a service center, and that's why I'm really interested about that. How your business or how your weekly days has changed
when you opened your own service centers in Kuala Lumpur? Mm-hmm. From the transition of not having a service center to having a service center, is the difference is that you have the responsibility of wanting to take the ownership of the business seriously and professionally. Because before that, by having doing the network, you have all the freedom that you need. I'm not saying that it's a bad thing, but having the service center gives, I feel that people, it gives the people more trust, because there's a building people can go to. Whenever they seek help, they feel like they want to go to the place, because a lot of people, they say that seeing is believing. They say, oh, DSN is big, DSN is good, and the products are good. So sometimes the people, they just need a place where they can find more information about. So if you ask me, by having a service center, I feel that a lot of the potential, which is not being utilized before, it can be more fully utilized when we are actually having a service center. No doubt, I'm sure you have watched Spider-Man. Great things come with great responsibilities, right? So it's like when great things are happening, actually I'm happy that, because this is the kind of responsibility we are actually cultivating between me and my family, and how of having the service center, and how to also serve the clients of DXN members even to a better level. Yeah. Igen, szóval, hogy teljesen megváltozott alapvetően a hálózatépítés számunkra, miután lett egy service centerünk, és nyilván amíg az embernek nincsen service center, vagy service center nélkül építi a hálózatot, addig hát az emberek gyakran néznek rá bizalmatlanul, hiszen hát oké, hát beszélsz sok mindenről, de hát akkor mutasd meg, hogy mi ez a DXN, hova tudunk menni, bármilyen. Viszont onnantól kezdve, hogy lesz egy service centered, az embereknek megnő a beléd fektetett bizalma, hiszen látnak egy épületet, ahova be tudnak menni, hogyha valamilyen egészségügyi problémával rendelkeznek, akkor tudnak ott tanácsot kérni, ott a helyszínen tudnak terméket vásárolni, és megnő az emberek bizalma feléd, illetve sokkal több embert el tudsz érni ezáltal, hogyha van egy saját service centered. De ez hatalmas felelősséggel jár. Ugye a Pókember filmben volt az az idézet, amikor azt mondták, hogy a nagy erő nagy felelősséggel is jár, és ez tényleg így van, mert hogy az, hogy az embernek van egy service center, az nem azt jelenti, hogy hát akkor innentől kezdve hátradőlök, és akkor úgyis jönnek be az érdeklődők, jönnek be a vásárlók, és akkor igazából minden meg van oldva. Nem, nagyon fontos az, hogy folyamatosan fejlesszük saját magunkat, fejlesszük a service centert, az ügyfél szolgálatot, illetve azt, hogy folyamatosan ügyfélközpontúak, ügyfélcentrikusak tudjunk lenni, hiszen ha ez megakad egy szinten, azt előbb-utóbb a vásárlók vagy az érdeklődők érezni fogják, és éppen ezért az a bizalom, amit felépítettél odáig, az elkezd szépen vissza menni, hogyha nem teszel azért, hogy a meglévő tudásodat, a meglévő lehetőségeidet továbbfejleszd. Úgyhogy teljesen megváltozott az életünk ilyen szempontból, de azért nem fenékig tejfel, nagyon sok feladat van vele, és nagyon sok felelősség. Hogy néz ki egy átlagos napod? Tehát gondolom, hogy ott vagytok, vagy nagyon sokat vagytok a service centerben, hogy milyen egy átlagos nap nálatok? So what does your average day look like? I think maybe you are in the service centers, you are working there, but what does it look like? Okay, my average day look like, since just to let you know, I'm already a full-time, I treat like service center is like a working place for me. Every single day, I work 6 days a week. So our service center is only day off on Sundays, okay? So what are the things that I've been doing? Even I personally do everything. So from the most mundane things like paperwork, the cash bills, the invoices,
making purchases for the customers, handling delivery online, talking to the customers online, and sometimes to the extent of cleaning the service center. So this is the basic things that I need to know, whereby I can learn how to take care of the place first. But of course, we have a high level. Sometimes we have customers coming in, clients coming in. So to me, the highest level of what we can achieve is related to my profession, where I can talk about gynotherapy and give advice, and also the art and also the knowledge of interacting with clients in the best way and how to help them to seek further understanding and give them the understanding, okay? This also trains my patience, because it's like sometimes you want things very quickly, but all these things from the smallest detail to the biggest level of the my job scope, I feel that I learned a lot of things. Even like I clean the service center, something that I can learn is like, oh, this place, I didn't know it's dirty. So I need to take good care of that. So it gives a better awareness for myself and how I am treating the people, my clients, whenever we have the appointment. So yeah, back to you, Marcel. Yeah, thank you. Hát igen, alapvetően elég elfoglalt ember vagyok, mert hogy heti 7 napból 6-ot én a service centerben vagyok, egyedül vasárnap van zárva a service centerünk, úgyhogy hétfőtől szombatig gyakorlatilag folyamatosan ott vagyok és dolgozok, és jönnek a kliensek, jönnek a vásárlók. És gyakorlatilag mindent is csinálok, szóval, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy fogadom az ügyfeleket, a vásárlókat, kiszolgálom őket, ugye tanácsokat adok nekik, fogadom az online rendeléseket, a kiszállítást intézem, szóval, hogy a logisztikát, aztán van, amikor még a service centert én takarítom ki, szóval, hogy tényleg mindenre kiterjed a munkám, de ha alapvetően meg kéne fogalmazni azt, hogy mit csinálok, akkor vagy hogy dolgozok, akkor azt tudnám mondani, hogy tanácsokat adok, ganoterápiás tanácsokat adok azoknak a klienseknek, ügyfeleknek, akik bejönnek hozzánk és tanácsot kérnek, és próbálom velük megértetni a legapróbb részleteket is. Mert hát nyilván sokszor az ember csak így bejön, tanácsot kér, elmegy, aztán nem nagyon érti, hogy mi miért történik, és én próbálok úgy tanácsadást adni, ganoterápiás tanácsadást adni, hogy azon túl, hogy ajánlok neki terméket, azon túl ő értse azt, hogy az adott termék az miért lesz neki jó, miért fog neki működni. Úgyhogy gyakorlatilag a ganoterápiás tanácsadáson keresztül, vagy a tanácsadástól kezdve az online rendelések, logisztikán keresztül egészen az irodának a feltakarításáig mindent is csinálok. Hétfőtől szombatig. And also, sorry, I just have a little bit more. No, average... okay, no problem. All right, a very quick one. Actually, if you ask me, my average day is not average day, because every day is an interesting day for me, because every day there are different people coming. So the way to deal with them is different. You cannot use the same way to talk to the different people. Secondly, every day comes with different, we call it happy problems, new problems and challenges. So it helps me to grow in a mindset whereby how am I going to take things seriously and also to fulfill the needs of different clients. Igen, és hát ugye az volt a kérdés, hogy milyen egy átlagos napom. Igazából most így utólag eszembe jutott, hogy nincsen olyan, hogy átlagos nap, mert hogy számomra minden nap különleges, hiszen minden nap egy másik ügyfél jön be, minden nap egy másik tanácsadást kell adnom, minden nap minden ügyfélhez egy kicsit máshogy kell szólnom, és hát minden nap vannak új kihívások, új happy problémák, úgyhogy igazából nem tudom azt mondani, hogy milyen egy átlagos napom, mert minden nap különleges, és valahol ettől szép az egész, hogy minden ügyféllel, minden érdeklődővel egy kicsit máshogy kell foglalkozni.
És lenne egy más jellegű kérdésem. Reméljük, hogy ezt a Jane nem hallja. De hát ugye mi is itt vagyunk a Marcival, és ugye apa, fia, vagy ti ugye, hogy anya és fia, hogy együtt dolgozunk egy üzletben. És milyen Jane-nel együtt működni, hiszen tudom, hogy néha azért, mivel családtagok vagytok, hogy ez nem túl egyszerű ez a munka, de annyira harmonikusnak tűntök ti együtt, hogy milyen a munka Jane-nel? So I have another kind of topic, and maybe I know it's not easy to answer to that, but we also know with my son that working together in a business it's not so easy in every time, and I'm really interested that how can you work together with your mother. Okay, this is a very interesting question. Okay, to be honest, I haven't got. To be honest, I get this question all the time. Whenever the clients come to us, when they see, because it's not a typical or common culture anywhere for to see the children working together with the parents. But in our service center, you can see my sister, my dad, my mom, and myself. So at home, no one is at home. Everyone will be in the service center, all of us. So it's like, if you ask me, how is it possible? How can I work with my sister? How can I work with my dad? How can I work with my mom together in the same service center? Because a lot of conflict may happen, especially when we bring work back home. But this is the part where we can actually learn better. Because we are coming from different backgrounds, we have different mindset, so we need to set our differences aside. And the most important part is the communication and mutual understanding when we work together. Most importantly is love. We don't forget where we were coming from, because we are coming from the same family, even though when we do something wrong, okay, we need to acknowledge each other's strength. And also, whenever we are weak, we help up with one another. We don't like, oh, okay, good luck to you, you're on your own. No, we will come in and to carry the burdens together. So what I want to say is that initially, to be honest, it's hard, because never in our life we have done something before, it is hard. It's like when your first experience of learning bicycle. But your dad, Marcel, is like helping you to carry you in the bicycle, and then now you can ride the bicycle on your own. So this is the same meaning how working together with family is the same thing, because in the beginning it's so hard, especially when we are grown up, we have our own mentality, we have our own attitude, we have our own character. Sometimes it's like that, but in time we learn to be more patient. So we will actually set our line very clear, as in when things happen, we discuss the matter seriously in one, that means with everyone together. Not like when I know the problem, Jane doesn't know. We will seek advice and talk, communication, keep talking. So you know, in the kitchen, in the chef cooking, they say keep talking. The chef will be saying that, so they can, good restaurant, they're always shouting, yelling, but it's a good restaurant. So what I want to encourage you is that working in a family is not easy, but it is possible. It is possible, because I've seen people can work things with the to improve the dynamic of the relationship between the family. I'm sure that the next thing I can see that you are actually happening for the Turner family, you know, the Marcel, Samborg, your sister, and also, you know, your mom. I'm sure this will happen. It is hard in the beginning, but it's okay. Keep talking and keep understanding. Yeah. Igen, ez nagyon, nagyon sokszor megkapom ezt a kérdést, és hát valóban nem egyszerű együtt dolgozni a családtagjaiddal, mert attól függetlenül, hogy mindannyian egy helyről jövünk, nagyon sok mindenben hasonlítunk, attól függetlenül mindenkinek megvan a maga saját tulajdonsága, a maga saját attitűdje, gondolkodásmódja, és hát ez sokszor tud ütközni. És ilyenkor nagyon fontos a kommunikáció. Én azt gondolom, hogy hogy a mi munkakapcsolatunkban a kommunikáció a legfontosabb. Mert hogy azt tudni kell, hogy gyakorlatilag
én, a nővérem, igen, nővérem, a anyukám és az apukám is egy légtérben vagyunk gyakorlatilag hétfőtől szombatig, és hát ez tud konfliktusokat szülni, de ilyenkor a kommunikáció a legfontosabb. De egyébként pozitív hozománya is van annak, hogy együtt dolgozunk, egy család vagyunk valahol a nap végén, hiszen ha valakinek valamilyen problémája van, bármi olyan dolog, ami egy kicsit lehúzza, ami miatt egy kicsit rossz kedvű aznap, vagy éppen nem úgy teljesít, ahogy szokott, akkor mivel egy család vagyunk, így felhúzzuk a másikat a földről, segítünk rajta, támogatjuk, és így sokkal hamarabb ki tudunk jönni ezekből a hullámvölgyekből. Úgyhogy nyilván nem egyszerű, de alapvetően lehetséges, és hát nyilván jó példa a biciklizés, mert hogy Marci, biztos te is, amikor tanultál biciklizni, akkor a apukád segített abba, hogy ülj fel, hogy tekerjél, és előbb-utóbb ráéreztél, és aztán már magadtól is ment, és ez a mi munkakapcsolatunkban is így van, hogy tanítjuk egymást, segítsünk egymásnak, mert nyilván mindenkinek van olyan területe, amiben tud még fejlődni, és amikor már eleget tanítottuk, vagy segítettük a másikat, akkor már megy neki magától is, és ettől lesz az egész a végén egy harmonikus munkakapcsolat, attól függetlenül, hogy egyébként utána meg hazamegyünk, és a vacsoránál ugyanúgy egymással vagyunk, és beszélgetünk, de alapvetően jó kommunikációval minden ilyen nehézséget ki lehet küszöbölni. Hát azért nagyon klassz lehet, időnként ott lennék majd így a családi, hogy mondjam, ilyen összezőrenések vagy véleménykülönbségeknél. Ez izgalmas lehet így a Jane-nel. Hát két kérdés, nagyon elment az idő, és nagyon jó vélet beszélgetni. Két kérdés maradt hátra. Az egyik az, hogy te nagyon közel vagy a tűzhöz. Ugye ott vagy Kuala Lumpurban, szerintem sűrűn találkoztok Dr. Limmel is, hogy milyen jövőképe van a Dégszennek így most 2023-ban? So it's really exciting to speak with you about this family harmony or something like that, because it would be so interesting to see, for example, you and Miss James to have a little conflict or something like that. So it's so good to it's so good that we can talk about this topic also, You are in Kuala Lumpur and you are in a very close position in the DXN. You can see everything in the DXN, and I'm very very interested that what future do you see in the DXN? What are the DXN's greatest assets? Okay, the DXN future and greatest success. I think the DXN's greatest success is the products itself, because thanks to Datuk Dr. Lim, he actually has already he has a range of products that to make it the killer product to be part of the gynotherapy, with his knowledge, with his background. So because the product it speaks on its own, we don't have to say so much, and the people try it and they see the results. Pretty much the product speaks on its own. That's the first thing. The greatest asset is the product. The second thing is the business marketing. I feel that it's really different from the traditional way of doing business. It's like, because if you have a traditional shop or traditional grocery store, you cannot capture the client's loyalty, because out there you may be having the same 10 different outlets of the store out there. People can just make a choice. And it's just that DXN has already created this to become a multi-level marketing, okay, whereby people who are able to take care of their downlines and also their clients, so the customers will always remain faithful and the people can always come back to you. So I think this is a huge difference between the traditional and also
the DXN way of doing, and most importantly is one a world one market, whereby the marketing system is simple, and we're trying to penetrate the similar kind of products to the different corners of the world, so the people can actually experience the benefits of Ganoderma and also the Ganotherapy together. And now with the DXN, the greatest future, whereby they are actually heading towards, because right now we know this is the informative world, and also the direction we're heading, you know, after the pandemic, everything in IT is so quick. So I think I'm proud to say that DXN Cyberville is one of the biggest success and also the asset for many people, because it is a professional institution for everyone to come to really experience what is DXN all about. So it has become the center of the world. It is in the middle of the nature, whereby it is promoting the lifestyle right now. It's not just about promoting the range of products. It's promoting the lifestyle that the young people, the younger generation that has been living today. Because the younger people today, they are not mindful, they are not aware of the way they eat, the way they do. So that's the reason why, like, for example, this one, the Gano HM, comes in. So we create the awareness professionally, and people will listen. And after listening, how are they going to get that into the healthy lifestyle? And of course, we cannot get a healthy diet enough from our dining table, because our dining table, the food is already like so limited with nutrients. So that's where the DXN products comes in, wholesome food, functional, that is able to boost our body system and able to help our body to retain our health to longevity. Then the business is the secondary that happens after that. Igen, alapvetően a legfontosabb eszköze a DXN-nek az maga a termék, hiszen mindannyian tudjuk azt, hogy milyen fantasztikus termékeink vannak, és mennyi embernek segítettek ezek a termékek az egészségük helyreállításában, az egészségük megőrzésében. Úgyhogy alapvetően mindenképpen a terméket mondanám az egyik legnagyobb eszköznek, és ez a jövőben sem fog változni. Szóval, hogy az, hogy milyen nagyszerű termékeink lesznek, hogy milyen minőségű termékeink lesznek, hogy ezek milyen nagy fokban járulnak hozzá az egészségünk megőrzésében, ez a jövőben sem fog változni. Emellett van egy nagyszerű marketing terve a DXN-nek, hiszen nyilván azt mindannyian tudjuk, hogy a DXN nem úgy működik, mint egy hagyományos vállalkozás, hanem egy multilevel marketing rendszerben működik a DXN, ami azért nagyszerű, hiszen egy ilyen vállalkozásban minden embernek ugyanaz a törekvés motiválja, minden embert ugyanaz a törekvés motivál, minden ember ugyanazokért a célokért küzd, minden ember ugyanazokat a sikereket fogalmazza meg magának, és egy hagyományos vállalkozásban sokszor előfordul az, hogy teljesen más célkitűzésekkel dolgoznak együtt vezetők vagy menedzserek, és azért nagyszerű itt a DXN-ben lenni, hiszen itt igazából mindenki ugyanazért a célért küzd, hogy megteremtsük az egészséget, a jólétet és a boldogságot, és emellé ugye párosul a One World, One Market koncepció, ami pedig azt teheti lehetővé, vagy teszi lehetővé a tagjaink számára, hogy a világ bármely pontjáról ugyanazokkal a feltételekkel tudja a saját vállalkozását építeni, és a világ bármely pontján elérhetőek a termékeink. Úgyhogy alapvetően ez a két dolog mindenképpen, én azt gondolom, hogy ez a két dolog mindenképpen a egyik legfontosabb eszközei közé tartozik a DXN-nek. És hát ugye itt van nekünk az újonnan megépült Cyberville is, ami szintén az egyik legfontosabb eszköze már talán most is a DXN-nek, de a jövő tekintve biztosan, hiszen ti is már voltatok itt, fantasztikus lehetőségek vannak itt a DXN hálózatépítője, a DXN partnerei számára.
És emellett ugye az az életmód, vagy hát hívjuk lifestyle-nak, az az élet stílus, amit a DXN képvisel, az pedig mindenképpen a DXN jövőjének az egyik legfontosabb eszköze lesz, hiszen a mai fiataloknak az egészséges étkezésről, az egészséges élelmiszerekről, az egészségről alapvetően nagyon nehéz beszélni, de ha mutatsz nekik egy olyan életstílust, ami számukra is vonzó lehet, és a DXN most tud egy ilyen életstílust mutatni, akár az új lifestyle projekttel, akár a ganoterápiával, hogy hogyan tudsz az életstílusoddal egy egészséges életet megteremteni, akkor arra már a fiatalabb generációk is, vagy a fiatalabb generáció is vevő lesz. Úgyhogy alapvetően ezeket mondanám a DXN legfontosabb eszközének, a legfontosabb, hát igen, a legjelentősebb eszközének, illetve hát ez már szorosan összekapcsolódik a DXN jövőjével kapcsolatban is. Hát William, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Most tényleg már csak egy üzenetet, egy rövid üzenetet szeretnék, hogy mi az, amit üzensz a testvéreidnek, a magyar és az európai tagoknak. So, William, it was a big pleasure that you were here. I think it was a very valuable and a great meeting. And the last question is that... Could you share some thoughts, some messages to your Hungarian brothers and sisters? It would be a big pleasure to us. Wow. Okay. Thank you for giving this opportunity to wish you all. Okay, all the Hungarian leaders, whether you're distributors, whether you're consumers. Okay, for consumers who want to become distributors and distributors who want to become leaders, and keep finding your passion in DXN. Because there is no limit for you. It's like there is no need for you to be like me, okay? To be like someone who is so well-versed to be gynotherapy. It's like, for example, like Jane and you guys are marketing business professionals. Jane is good in health. So together, work together. Because DXN, the biggest asset that already been mentioned, another biggest asset from the DXN asset is the marketing is able to allow different talents coming together to work in a team. Okay. Secondly, experience the products. Know the products and feel the products on your own before you can share. Remember, I did mention about how our family actually experience all the DXN products, take good care of our own health before we can take good care of other people's health. So this start from us first. Okay. Thirdly, start small. Do one step at a time, because DXN marketing plan is always providing you enough time to grow. And last but not least, dream big. So you have a dream you want to go, so you can start small, and finally you can dream big. I'm sure that all of you're able to achieve to do the things that you want to do in DXN, because DXN has created a huge platform to all of you. So to my Hungarian brothers and sisters, I'm sure all of you'll be able to be someone that you want to be. Even like, for example, you want to become a beautician, a fitness coach, a lifestyle coach, or a professional businessman in DXN, because this is a legitimate business. So you don't have to worry at all who you want to be. Thank you. Igen, alapvetően köszönöm még egyszer a meghívást, tényleg egy nagy élmény és egy nagy megtiszteltetés volt, hogy itt lehettem, és köszönöm egyébként minden DXN vezetőnek, hogy így bizalmat szavaztatok nekem, hogy itt lehessek ma. És hát amit én mindenképpen üzennék nektek, hogy találjátok meg a saját szenvedélyeteket ebben az üzletben, mert nem mindegyik őtöknek kell olyannak lenni, mint amilyen én vagyok. Nem kell mindegyik őtöknek feltétlenül ganoterápiával foglalkozni, de ha megtalálod azt a szenvedélyt ebben az üzletben, ami önazonos veled, amivel tudsz azonosulni,
akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy sikeres leszel ebben az üzletben. Aztán, amiről az előbb is beszéltük, a DXN eszközeit, hogy használd ki a DXN eszközeit, hiszen fantasztikus lehetőségek vannak a kezünkben, a termék, a marketing terv, az a lifestyle, amit a DXN tud biztosítani, ezt használd és oszd meg az emberekkel, mert hogy tényleg egyedülálló az, amivel itt a DXN-nél mi rendelkezünk. A harmadik, hogy tapasztald meg, hogy szerezd terméktapasztalatokat, mert nagyon fontos, hogy érezd a saját bőrödön, a saját szervezetedön azt, hogy mitre képesek ezek a termékek, hiszen akkor tudod hatékonyan átadni azt a tudást, azt a tapasztalatot másoknak is. Úgyhogy én mindenképpen ezeket javaslom neked. Nagyon örülök még egyszer, hogy itt lehettem. És hát ami még nagyon fontos, hogy kezd el kicsiben ezt az üzletet. Nem kell egyből hatalmas dolgokat villantanod. Kezd el kicsibe, de álmodj nagyot. És hogyha folyamatosan kitartóan dolgozol és teszel az álmaidért, akkor előbb-utóbb azt fogod észrevenni, hogy ez az álom, ez már valóság. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian el fogjátok érni a kitűzött céljaitokat. Thank you, William. It was a great evening. And I hope we will meet it very soon in Hungary or in Malaysia. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ti is. Most későre jár, ez egy picit így jobban elhúzódott ez a beszélgetés, de azt gondolom, hogy nagyon értékes volt. Úgyhogy találkozunk következő hétfőn. See you next Monday. És remélem, hogy egy nagyon sikeres, nagyon gazdag hetet kívánok nektek. Sziasztok! Sziasztok!